Milyen volt az élet a viktoriánus korban? De mit nevezünk egyáltalán viktoriánus kornak? Elsősorban Viktória királynő 63 éves uralkodásának időszakát jelöli az időszak, 1837. június 20-tól 1901. január 22-ig, de gyakran hivatkoznak így a 19. századra is összességében. Ez az időszak a politikai és szociális reformok időszaka, még tartott az ipari forradalom, Charles Dickens és Charles Darwin is ekkor tevékenykedtek, továbbá sokaknak talán a túlzott erkölcsösség is beugrik erről a terminustól. Engem személy szerint jelenleg ez az időszak vonz a legjobban, talán azért, mert rég volt, ám mégsem volt annyira régen, mint például a középkor. Az érdeklődésem és esetleg talán rajongásom pedig nem jelenti azt, hogy tökéletesnek tartanám ezt a kort. Sőt, innen a 21. század biztos távolságából nagyon izgalmasnak tűnik, de ha pár napot vagy hetet ott kellene élnem, természetesen, hogyha lenne ilyesmire lehetőség, akkor valószínűleg horrorisztikus élmény lenne. Ebben a videóban összefoglaló jellegűen mutatom be, hogy a különböző társadalmi osztályokban élőknek milyen is volt az élet a viktoriánus korban, úgy általánosságban. Mert természetesen ahány ház, annyi szokás és kivételek is mindig akadnak, ám amolyan útmutatónak szánom ezt a videót. A Viktória királynő uralkodása alatti Anglia részben a modernizáció időszaka is volt, megjelent a távirat, feltalálták a telefont, a vasút egymástól távol fekvő városokat kezdett el összekötni, és a tömegek számára is elérhető távolságba hozni, elkattintották az első fotográfiákat, és a tudományos világban is egyre több felfedezés született, ami hatott az egész világra, mint például a periódusos rendszer megismeréséé. Fejlődött a joggyakorlat, és végül, de nem utolsó sorban a szórakoztató irodalom is elkezdte a térhódítását. Az élet másik oldala viszont a társadalom, az arisztokráció és a felső osztályok mindössze a népesség körülbelül 1%-át tették ki, és természetesen az ő kezükben összpontosult a hatalom és a pénz. Eközben egyre nagyobb tömegek vándoroltak be Angliába, és különösen Londonba a jobb élet reményében, akik az East End-en nyomodogtak szörnyű körülmények között. Noha a viktoriánus kor terminus egy nagy időszakot ölel fel, a szociális struktúra erősen osztályalapú és hierarchikus volt. A kor eleje és vége közötti hatalmas fejlődés azt is jelzi, hogy az 1830-as években még gyertyákkal, olajjal vagy gázzal világítottak, míg Viktória királynő halálakor pedig aki megengedhette magának, az elektromosság adta előnyöket kihasználva így is megvilágíthatta otthonát, vagy akár a gramofon és a zene által is ellazulhatott. Ettől függetlenül szoros társadalmi normák tartották magukat, a nők jelentősen kevesebb lehetőséggel rendelkeztek, az emberek megítélése pedig a viselkedésüktől és a ruházatuktól is függött, továbbá emekkor embere jellemzően vallásos is volt, és legalább vasárnap templomba is járt. Ebben a videóban 5 réteget fogok kiemelni, noha ennél természetesen akkoriban is árnyaltabb volt a kép. Ez az arisztokrácia, a felső és alsó középosztály, a munkásosztály és a nyomorgók. Az arisztokrácia és a felső osztály. Az arisztokraták és a felső osztály tehetős földbirtokosok voltak, jellemzően neves, régi családokból származtak, és sokszor nemesi címeket is birtokoltak, mint a herceg, tehát a dúk, márki, gróf, vikomt vagy a báró. Hatalmas birtokokon éltek, nem ritkán kastélyokban, vagy azok méretéhez hasonló házakban, melyek generációkon keresztül öröklődtek a családban, csak úgy, mint a vagyon, mely sok ilyen családnak megengedte, hogy munkanélkül is luxus életet élhessenek. Természetesen az ilyen méretű otthonokban szolgák hadaleste a család minden kívánságát. A felső osztály megengedhette magának a külföldi utazást, jellemzően Európa más országaiba, vagy akár a brit birodalom országaiba, mely Viktória korában jelentős területeket jelentett világszerte. Amikor elfáradtak, számos kikapcsolódási lehetőség is adott volt, például a vadászat, a lovaglás, vagy az olyan szociális események, mint a bálok és fényűző vacsorapartik. A felsőbb körök számára a gyermekeik oktatása is kiemelkedő fontossággal bírt, mely jellemzően nagyobb összeg ráfordítását követelte meg. Az általános oktatási törvény 1870-ben lépett életbe, ám csak 1891-től vált ingyenessé az iskoláztatás, így addig csak az engedhette meg magának, aki tudott erre pénzt fordítani. Az arisztokraták jellemzően vagy privát tanítókat alkalmaztak, vagy olyan jó nevű iskolákba küldték a csemetéiket, mint az Eton és a Harrow. Ennek a rétegnek a lányai viszont továbbra sem részesülhettek hasonló oktatásban, mint a fiúk, előbbieket vagy nevelőnők tanították, vagy kifejezetten lányok számára létrehozott iskolákba járhattak, ahol sokkal inkább az etikett, a zene és a művészetek kerültek középpontba.
Egy átlagos arisztokrata férfi könnyű reggelivel kezdte a napját, melyet vagy az ágyban, vagy a kerten néző ebédlőben szolgáltak fel neki. A reggeli után könnyed tevékenységek következtek, mint olvasás és levélírás, séta vagy lovaglás. Délben jellemzően a családdal költötte el az ebédjét, mely több fogásból állt, és számos alkalmazott segítkezett a felszolgálásban. Délután részt vett az üzleti és politikai ügyeinek intézésében, amennyiben természetesen folytatott ilyen gazdasági tevékenységet, illetve sokak jótékonysági szervezeteket és szociális ügyeket is támogattak. Este következtek a társasági elfoglaltságok, melyek bálokat, vacsorapartikat, színházlátogatásokat is jelenthettek. Ezekhez pedig sokszor napi többszöri átöltözés is dukált, hiszen a délelőtti viselet már nem volt megfelelő délután 4 óra után. Ezzel szemben egy arisztokrata nő nem igazán vett részt az üzleti ügyekben, a politikába pedig semmilyen formában nem folyt bele, ő inkább a háztartás vezetését irányította, és a személyes érdeklődésétől függően festett, hímzett vagy olvasott. Délután a szociális kötelességeinek eleget téve vendégeket fogadhatott teázásra, vagy akár ő mehetett ilyen vendégségbe, illetve jótékonysági események szervezésében vehetett részt. Egy arisztokrata nőtől elvárták, hogy remek házigazda legyen, tudjon társalogni, ismerje az etikettet, és szórakoztató legyen. Az esti programok alkalmával pedig egy viktoriánuskori felsőosztálybeli nőtől elvárták, hogy a legújabb divat szerint öltözködjön, melyhez elengedhetetlen volt a segítség, főleg, hogy a nők a kertnapi 5-ször is eltöltöztek, de a 3 ruhaváltás volt a minimum. A legújabb divat szerinti ruhákat pedig sokszor külföldről rendelték, és olyan összegeket költöttek rájuk, melyek az alsóbb rétegeknek épésszel felfoghatatlanok voltak. Tulajdonképpen az arisztokraták élete a viktoriánus korban nem sokban különbözik attól, amit a Bridgertonban is lehet látni, ha egy nagyon népszerű példát kellene hozni, noha az a régens korban az 1810-es években játszódik. Ez az életstílus azonban erősen kiváltságos volt, ami csak nagyon-nagyon keveseknek adatott meg. Felső középosztály. Sikeres üzletemberek, szakemberek, mint például orvosok, bankárok vagy ügyvédek, és vezető köztisztségviselők alkották a felső középosztály férfi tagjait. Meglehetősen tehetősek voltak, és kényelmes életet éltek, oktatási, kulturális és szabadidős tevékenységekkel rendelkeztek. Ezeknek az embereknek a mindennapi élete a munkájuk vagy a vállalkozásuk körül forgott, az irodában, gyárban, üzletben töltötték a napjukat, attól függően, hogy mivel foglalkoztak. Esténként gyakran szocializálódtak a hasonló társadalmi rangú ismerőseikkel, vacsorákon, kulturális eseményeken vettek részt, továbbá sportoltak is. A felső középosztálybeli nők azonban nem dolgoztak, ők a háztartás vezetésével foglalatoskodtak, illetve a gyerekeket nevelték, továbbá vendégségeket, társadalmi eseményeket rendeztek, ezek alkalmával pedig a vendégek szórakoztatása volt a feladatuk. Az azonos társadalmi osztályú nőkkel találkoztak, részt vehettek kulturális eseményeken, mint például múzeumlátogatás vagy színházi előadás, szabadidejükben pedig kertészkedtek vagy hímeztek. Mind a férfiak, mind a nők hozzáfértek az oktatás adta kiváltsághoz, akár házi tanítók, akár iskolai tanulás keretein belül, illetve a felső középosztálynak is lehetősége volt országon belüli, illetve külföldre is utazni. Általánosságban ezek a családok is alkalmaztak házi alkalmazottakat, a számuk pedig a szükségletektől függött. Sok gyermek vagy aktív társasági élet esetén több segítőre volt szükségük, akik jellemzően velük éltek. Alsó középosztály. Jellemzően kisvállalkozók, képzett kereskedők és fehér galléros munkások alkották az alsó középosztályt. Jobb helyzetben voltak, mint a munkásosztály, de nekik is keményen kellett dolgozniuk, hogy megéljenek, illetve limitált szociális lehetőségekkel rendelkeztek, azonban összességében nézve ők is viszonylagos kényelemben élték az életüket. Az alsó középosztálybeli férfiak mindennapjait a munka tette ki, gyakran sokáig dolgoztak üzlettulajdonosként, valamilyen kézműves szakmabeliként, kisvállalkozóként, és aktív részesei voltak a mindennapi tennivalóknak. Szabadidejükben volt lehetőségük sportolni, társaságba járni, illetve a barátokkal és a családdal tölteni az idejüket. Az alsó középosztálybeli nők élete jellemzően a háztartás vezetése körül forgott, ők voltak felelősek a főzésért, a takarításért és a gyermekei gondozásáért. Voltak olyan nők ebből a társadalmi osztályból, akik dolgoztak, jellemzően a férjük vállalkozásában, vagy tanítóként, esetleg ápolóként. Ezeknek az asszonyoknak jellemzően sokkal kevesebb szabadideje volt, mint a felsőbb osztálybeli társaiknak, azonban amennyiben volt-e lehetőségük,
ők is hódoltak a hobbijaiknak, és találkoztak hasonló társadalmi rangú nőkkel a közösségükben. A férfiaknak és a nőknek is korlátozott lehetősége volt hozzáférni az oktatáshoz, noha sokan kaptak valamiféle képzést egy adott szakmához kapcsolódóan. Összességében sokkal kevesebb kulturális és utazási lehetőséggel rendelkeztek, azonban helyi és közösségi eseményeken részt tudtak venni. Mivel alapvetően kevésbé voltak tehetősek, mint a felső középosztály, ezért szolgálókat sem alkalmaztak, minden ilyen teendőért a háziasszony volt a felelős. Amennyiben segítségre volt szüksége, a rokonokat és a szomszédokat tudta megkérni segíteni, azonban az önálló háztartásvezetés volt a legjellemzőbb. Munkásosztály. A munkásosztály tette ki a társadalom jelentős hányadát, képzetlen munkások, gyári dolgozók és házi szolgák alkották ezt a réteget, akik alacsony bérért hosszú munkaórákban dolgoztak, gyakran nehéz és veszélyes körülmények között. Nagyon kevés társadalmi lehetőségük volt, és gyakran zsúfolt és egészségtelen körülmények között éltek. Egy munkásosztálybeli férfi napja a munkájára épült, jellemzően gyárban vagy építkezésen dolgozott, ami kemény fizikai munkát jelentett. Egy hosszú nap után volt lehetősége pubokban, vagy más hasonló helyeken más munkásosztálybeli férfiakkal kikapcsolódni, feltéve, ha a bevétele engedte a kiadásokat. A munkásosztálybeli nők gyárakban vagy háztartási alkalmazottként dolgoztak, de az sem volt ritka, hogy valamilyen más kézi munkát vállaltak, például varrónőként helyezkedtek el. A saját háztartások vezetéséért is ők feleltek, csak úgy, mint a gyermekei gondozásáért, miközben a munkaóráik hasonlóak voltak a férfiakéhoz. Jellemzően nem igazán volt szabadidejük, vagy ha mégis, akkor gyakran kimerültek voltak a rájuk nehezedő terhek és kötelességek miatt. A munkásosztálynál nem volt ritka, hogy a gyerekeket is elküldték dolgozni, hiszen minden megkeresett penny számított. A helyzet az egyre több bevándorló érkezésével folyamatosan romlott, akik miatt csökkent az egyébként is kevés munkahely száma, illetve egyre inkább lenyomták a béreket is. Az élet folyamatos zsonglőrködést jelentett, melyben ha például az édesapa elhunyt, a család könnyen hajléktalanná válhatott, vagy a dologházakba kényszerült, ahol a nők, férfiak és gyerekek gyakorlatilag hermetikusan elzárva éltek, ez pedig egy ilyen család szétszakadását jelentette volna. A munkásosztálybeli férfiaknak és nőknek erősen korlátozott, de leginkább semmilyen lehetőségei nem voltak az oktatáshoz való hozzáférésre, ezért sokan írástudatlanok voltak. A lakhatási lehetőségeik mai szemmel nézve szörnyűek voltak, zsúfolt bérházakban laktak, melyek állapota sokszor életveszélyes volt, és olyan alapvető szükségleteikhez is nehezen jutottak hozzá, mint a tiszta víz. Ez már az az osztály, akik Londonban a keleti végen, azaz az East End-en éltek. Nyomorgók. Ők alkották a viktoriánus társadalom legalját, a munkanélküliek, a hajléktalanok, a szellemileg vagy fizikailag sérültek és munkaképtelenek, és akik extrém szegénységben éltek. Gyakran a jótékonysági szervezetek segítségére szorultak, és sokszor a legalapvetőbb szükségleteiket sem tudták fedezni, mint fedél a fejük felett, vagy étel. Noha nagyon kevés pénzzel tudtak gazdálkodni, a reménytelen helyzetükből kifolyólag emetársadalmi osztály között volt a legtöbb olyan ember, aki függött valamilyen szertől, leggyakrabban az alkoholtól. Ezeknek az embereknek a megsegítésére jöttek létre a dologházak, angolul workhouse, melyekben sokszor rosszabb körülmények uralkodtak, mint az utcán. Legalábbis a beszámolók alapján, ugyanis ezekben a dologházakban katonás rendet követeltek meg, és nagyon szigorúak voltak a szabályok, ám tulajdonképpen intézetenként és régiónként is változtak a bent uralkodó helyzetek. Londonban a nyomorgók az East End-en éltek, a nők sokszor prostituáltként árulták a testüket ételért vagy szállásért, ezeken az utcákon pedig katasztrofális köztisztaság, vagy inkább annak hiánya uralkodott. Az itt élő nyomorgóknak az élet sötét kilátással tudott szolgálni a mindennapos küzdelemben. Ezek az emberek a kiszolgáltatott helyzetükből kifolyólag sokszor estek valamilyen betegség, vagy bűncselekmény áldozatával. Utóbbiról egyébként bővebben a hasfelmetsző Jackről szóló videó elején beszélek, hogy milyen volt az élet szegényként a viktoriánus Londonban. Mindent összevetve attól függött a viktoriánus kori ember jóléte, kényelme és egészsége, hogy milyen családba született, és milyen társadalmi osztályban mozgott. A gazdagok és kiváltságosok természetesen akkor is remekül éltek, még a kevésbé szerencsés helyre születettek élete és lehetőségei erősen függtek a körülményeiktől. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, és hogyha érdekesnek találod a tartalmaim, és még nem tetted,
akkor iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a további videókról. Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem találkozunk a következőben. Szia!